Megérkezett a csomagja kövessen nyomon, majd egy link. Ilyen és ehhez hasonló SMS-t kaptak telefonjukra sokan az elmúlt napokban, miközben nem is vártak küldeményt. Természetesen egy újabb csalási formáról van szó, amely bár nálunk még újdonságnak számít, külföldön már voltak rá példák a közelmúltban. Így számítani lehetett rá, hogy nálunk is előbb-utóbb megjelenik. A lényege, hogy futárszolgálatok nevében különféle számokról küldenek üzeneteket a csalók, amely minden esetben tartalmaz egy linket. Ezt megnyitva, látszólag egy ismert futárszolgálat oldalára kerülünk. Itt arra kérnek minket, hogy a csomagunk nyomon követéséhez töltsünk le és telepítsünk egy alkalmazást. Ha így teszünk, egy vírust tartalmazó fájl töltődik le a telefonunkra, ami egy távoli szerverre továbbítja a készüléken található személyes adatainkat. Kivéthetjük a problémát, ha nem is kattintunk a linkre. De ha már belefutottunk, egy vírus eltávolító alkalmazást letöltve és futtatva szabadulhatunk meg a kártevőtől. Vagy hogyha nem volt vírusvédelmi program a telefonján, akkor letölt egy ilyet, és egy teljes ellenőrzést végez, illetve hát ha ezek mégse segítenek, akkor minden személyes adatát egy biztonsági mentéssel elmenti, fényképek, kontaktok, stb., majd visszaállítja gyári állapotra a készüléket. De hát ezt mondjuk csak végszükség esetén érdemes alkalmazni. A lényeg az, hogy a korábban ellopott adatainkat ez viszont nem hozza vissza. Tehát a telefont helyre tudjuk állítani, de ha már ellopták a személyes vagy banki adatainkat, akkor azok már ott vannak az illetéktelen kezekben. Az online csalások megnövekedése a járvány terjedésével és ezzel együtt a webshopos vásárlások számának növekedésével vannak összefüggésben. Eddig főleg az e-mailben történő adathalászatról hallottunk, mostanra már az SMS-es jelenség is olyan tömegessé vált, hogy a rendőrség is figyelmeztetett rá. El tudjuk kerülni, hogy áldozattá váljunk, ha elég figyelmesek vagyunk. A gyenge helyesírás, a hiányzó ékezetek és a linkben található idegen doménnév mind intőjelek lehetnek. Nem elég ugyanakkor a gyanakvás és a körültekintés, a biztonságtudatosság legalább ilyen fontos a megelőzés érdekében. Csak megbízható és hivatalos forrásból telepítsünk alkalmazásokat, tehát például a Google Play áruházba. Egyébként az alapértelmezett állapota a telefonoknak az, hogy külső forrásból nem enged programokat telepíteni, tehát azt valaki meg tudja csinálni, akkor azt ő kézzel át kell, hogy állítsa. Illetve az, hogy az alkalmazások és az operációs rendszer biztonsági frissítéseit rendszeresen töltsük le és futtassuk. És hát a legfontosabb, hogy egy vírusvédelmi szoftvert futtassunk ezeken a androidos eszközökön. Azok, akiknek ilyen alkalmazás futott a telefonján, azok nem is lettek áldozatok ebbe a bizonyos ügyben. A szakember hozzátette, jelszavaink nem elég biztonságosak, vagy mindenhol ugyanazt használjuk. Hiába gondoljuk azonban, hogy hétköznapi emberként a mi adatainkra senki sem kíváncsi, rengeteg főleg anyagi kárunk keletkezhet a csalásból eredően.